szerves, hosszantartó fejlődés eredménye, hogy január 1-től egyetemként működik a korábbi Nyíregyházi Főiskola, mondta a Szabolcsi Oktatási Intézmény szenátusi ülésén Solti Péter. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa kiemelte, az alkalmazott tudományok egyeteme címnek külön feltételei vannak, ezeket a Nyíregyházi Intézmény az elmúlt években teljesítette. Vannak taxatíva leírt feltételek, tehát mesterképzési szakok, kiderül mesterképzési szak, duális képzésben kell ugye szakok szakindítási jogosultsággal rendelkezzen az egyetem. Fontos az, hogy a, a, tudományos minősítettsége eléri azt a szintet, amit ugye a törvény meghatároz, tudományos diákkorokat kell működtetni. És egyébként egy általános feltétel az, hogy a, a saját képzési portfóliójában megjelenjen az, hogy a, az őt körülvevő ipari szereplők, a társadalmi gazdasági szereplőknek az elvárásai jól meg tudjanak jelenni. Ennek az egyik egyik érvényesülési formája éppen az általam már említett duális képzés. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke Sesták hozzátette, a Nyíregyházi Egyetem különböző régiós operatív programokban is fontos szerepet vállal. Az intézmény több mint száz éves múltra tekint vissza, 1914-ben indult a pedagógus képzés Nyíregyházán, ennek jogi és szellemi örököse a Nyíregyházi Egyetem. Az ünnepségen a Nyíregyházi rektor hangsúlyozta, fontos az oktatási intézmények közötti kapcsolatok létrehozása és erősítése. Onder Csaba a tervekről, újításokról is szólt. Változik a, a belső szervezeti felépítésünk. Szeretnénk újból egyetemi karokat létrehozni. Elfogadásra kerül hamarosan az intézményfejlesztési tervünk, amely 2020-ig szól. Abban számosan olyan, olyan új képzést jelenítünk meg, amely úgy gondolom, hogy, hogy kellőképpen fogja színesíteni az oktatási palettánkat. Természetesen ezek a képzések igyekeznek figyelembe venni az itteni helyi társadalmi-gazdasági igényeket. Vonatkozik ez mind a pedagógus képzéssel kapcsolatos szakokra, mind mondjuk a duális képzéssel kapcsolatos szakokra. Most a mai, mai nap kerül sor, egy ünnepélyes, bemutatására annak, hogy a Nyíregyházi Egyetem és a Magyar Táncművészeti Főiskola együttműködés kötött. Az ünnepi szenátusi ülésen bemutatták az egyetem konzisztóriumi tagjait, akiknek feladata a gazdasági szereplők bevonása az intézmény működésébe, illetve az új címert és logót is leleplezték, amelyet Simon Tibor készítette a Nyíregyházi Egyetem számára.